Sziasztok! Elérkeztünk a 2000-es évek első világbajnokságához, ez pedig 2002-ben két ázsiai ország rendezte, dél koreában illetve Japánban voltak a VB mérkőzések. Sajnos a magyar válogatott az utal sem tudta magát kvalifikálni a vb re az olaszok, illetve a románok, valamint a grúzok is megelőzték a magyar válogatottat, amely nem, hogy kikapott Grúziától, de többek között hazai pályán nem tudta legyőzni Litvániát sem. A torra nyitó mérkőzését a címvédő Franciaország az abszolút VB újonc Szenegállal vívta, a szőuli nyitó mérkőzést Diop góljával meglepetésre 1 0 Szenegál tudta megnyerni. A csoportban még Uruguay, illetve Dánia szerepelt, a franciák egyébként 0 0 játszottak, az Uruguayokkal is 2 0 kikaptak Dániától, így rugott gól nélkül címvédőként kiestek a vb ről Az egyik legnagyobb győzelem pedig a németek nevéhez fűződik, Németország 8 0 ra ütötte ki Arábiát többek között a csoportkörben. A spanyolok 9 ponttal 100%-osan nyerték meg csoportjukat, többek között az a szlovéniával is találkoztak, akik első világbajnokságukon jártak ekkor. A társházigazda Japán válogatott, többek között a belgák ellen játszott egy 2-2-t, ami a csoportkör egyik legizgalmasabb mérkőzése volt. A házigazda dél azonban nagy meglepetést okoztak, hiszen többek között legyőzték a csoportkörben Portugáliát és ezzel továbbítottak, a brazilok pedig... A torna másik meglepetés csapatával Törökországgal is összecsaptak, 100%-osan nyerték meg azonban a csoportjukat, de többek között rennesztek angol-argentin rangadót és a csoportkörben Argentina meglepetésre már a csoport küzdelmek során búcsúzott. Tovább jutott még többek között Paraguay, a török válogatott Dél-Korea megnyerte a csoportját, kiesett Portugália illetve a németek, valamint az írek kvalifikálták magukat a nyolcad döntőbe. Emellett továbbított Mexikó, valamint Olaszország, a VB Ujjönc Ecuador kiesett, illetve Japán és Belgium tudta még magát tovább lőni. Jöhettek a nyolcad döntők. Dél-Korea kettő legyőzte Olaszországot bomba meglepetésre, igaz azért itt a bíró is emlékezetes maradt ez a mérkőzés. A németek minimális előnnyel, de Parágvájt egy hajrábeli góllal legyőzték és továbbítottak, Anglia nagyon simán verte Dániát, míg a szenegáli csapat továbbírta a történelmét és Svédország ellen is győzött, így első vb n rögtön egyet döntőt játszhatott Szenegál. A spanyolok nem bírtak az írekkel, csak büntetőpárba után tudtak továbbjutni, míg az Egyesült Államok 2-0-ra megverte Mexikó együttesét. A Brazília pedig Belgiummal találkozott, Ronaldo és Rivaldo gólyaival 2 0 nyertek a brazilok, Törökország pedig kiejtette a társházigazda Japánt. Ezt követően jöhettek a negyed döntők, rögtön egy angol-brazil rangadó, amely Ronaldinho szenzációs góljáról maradt emlékezetes. A németek ismét csak 1-0-ra nyertek, de ez is továbbítást ért az Egyesült Államok ellen, Dél-Korea pedig Spanyolországot is kiejtette és bejutott az elődöntőbe házigazdaként, Zsinorban Portugália, Olaszország, és Spanyolország ellen is győztek így a koreaiak. Két meglepetés csapat találkozott egymással még a negyed döntőben, Szenegál számára Törökország ellen véget a világbajnokság. Jöhettek az elődöntők. Szőulban a házigazda Dél-Koreát Németország meg tudta most már állítani, és megint 1-0-ra nyert, így bejutott a VB döntőjébe míg Brazília a másik meglepetés csapatot Törökországot győzte le Ronaldo hatodik góljával a világbajnokságon és nyert 1-0-ra. A Dél-Korea Törökország pedig végül a törökök tudták megnyerni, így bronzérmesek lettek, Dél-Korea házigazdaként így is kiemelkedő helyen végzett. A Yokohamai VB döntőben pedig Ronaldo volt a döntő faktor. Nagyon nagy labda! 2-0! Ronaldo gólja! érte felét! Ronaldo végül 8 góllal zárta a világbajnokságot, Brazília pedig ezzel megszerezte 5. világbajnoki címét Németország 2-0-ás legyőzésével, és ezzel az 5. világbajnoki címmel egyelőre a legtöbb világbajnoki címmel rendelkező válogatott Brazília.